Gyakorlatilag minden helyi probléma megoldására alkalmas a Momentum több mint 300 oldalas országos programja, állított a Választás 2018 című műsorsorozatunk második vendége, Déri Tibor, a Momentum térségi képviselőjelöltje. Heves megyei kötődésű, de füzesabonyi, tudtuk meg a beszélgetésből, s hogy ez esetben miért 60 körzetében indult, az egy közös döntés eredménye volt, amit ő és a Momentum elnöksége hozott meg. Végzettsége szerint Déri Tibor pedagógus és megújuló energiaszakértő. A Momentumban szeretnének felülemelkedni a baros-jobbos megosztottságon. Déri Tibor is Fidesz szavazó volt korábban, de eljött ez a pillanat, amikor változtatni kell, mondja. Az egészségügyben szerinte voltak a térségben előrelépések, de a helyzet még nem tökéletes. Természetesen voltak olyan fejlesztések, itt 60-ban is, amik előre mutatnak. Tehát itt a kórház felújítás, az, hogy szépen néz ki, gyönyörű, belül is megújul, ugye új eszközök, stb. Viszont a másik oldala, hogy azokat, akik ott dolgoznak, azokat teljes egészében meg kellene becsülni. Tehát gondolok itt arra, hogy ugye az önök honlapján is, vagy a képújságban, ugye folyamatosan ott vannak a hirdetések, álláshirdetések, az, hogy aneszteset keresnek, vagy bármilyen szakorvost, ezekből hiány van. A Jobbik nélkül Hevesben, Borsodban minimum a kormányváltás lehetetlen, szögezte le a Momentum jelöltje. Ha az MSZP és a Jobbik megegyezik, a Momentum mozgalom nem lesz a kormányváltás útjában, mondta. Három feltételt várnak el egy jelöltől, hogy visszalépjenek az érdekében, legyen hiteles, legyen matematikai esélye a győzelemre, és minden más párt is lépjen vissza. Ez egy óriási és bonyolult kérdés felelte arra a kérdésünkre Déri Tibor, hogy inkább a Baross Tóth Norbert vagy a Jobbikos Schneider Tamás javára lépne el vissza. Gyorsan meg is indokolta, hogy miért. Hogyha a számokat nézzük, akkor Schneider Tamás az, aki itt esélyes Heves 3-ban. Viszont ismerjük Schneider Tamásnak a múltját. Milyen múltja van neki? Hát nem kell messzire visszamenni, ugye Roy néven futott Eger területén, ő skinhead vezér volt. Tehát ő úgy gondolom egy abszolút nem vállalható figura. De ezt a múltat nem lehet elfelelni, hiszen most a parlament alelnöke például. Az becsülendő dolog, hogyha egy ember változni tud, és hogyha változni akar. De ezek olyan sebek, olyan múltbeli cselekedetek, amiket nem könnyű elfelejteni, és azt mondani, hogy ez nem történt meg. Azt is hozzátette végül, hogy a kormány szeretnének váltani, lehet, hogy még az ördöggel is össze lehetne borulni. De egy Mirkóczki Ádám részére lehet, hogy sokkal könnyebben menne a döntésnek a meghozatala, mint Schneider Tamás részére. Hangzott el 3 héttel a választás időpontja előtt, tehát a Momentumos Déri Tibor okfejtése.